Na, és most a csapat utazik. A sofőr jelenleg próbálkozik, de azért megy neki. Jaj, Laci! Ott van Esztike, és ott hátul, ott rejtőzködik Márti. Büntibe van, mert ő van a leghátsó széken, de majd ma persze én is itt vagyok, úgyhogy nehogy lemaradjak valakinek. Most jelen pillanatban hol tartunk, Sanyi? Ez hogy hívják ezt a települést? Hát nem. Ezt Korpona. Korpona, na. Állandóan nagy autók után megyünk, sajnos le vagyunk maradva. Elgetjük a kamionokat. Na, puszilunk mindenkit. Hát már még 6 óra van. Szóval is tettel. Itt vagyunk, hát nem tudom, hogy hol. A csapat, itt van, eszünk, iszunk és dohányzunk. Nem is. A Ladócsi Mónika is itt van. Mit csinálsz? A bécsi keringünk megvolt, úgyhogy itt elég sokat tekergettük magunkat, de most már minden oké. Eszünk és iszunk. Mindenki megvan. A Dohány Klub. A dohányosok. És itt készül a csoportkép. Nézd meg, jól lett? Rádi csoportról. És a nagy dohányos asszonyom. Ez már szerintem a Tátra. És itt pedig a ölelgetős párok. Laci, nem mi vagyunk a legnagyobb látványok. Kérem szépen, megérkeztünk, most már Lengyelországban vagyunk, megálltunk egy kicsit, nem tudom mit csinálni, pihenni. Na, mutatom a társaságot. Nagy Rami! Ja, azt hittem, hogy az én kis cseresz, megyem. Nem ez a vizet! Jobban kell vigyázni arra, megy pál leszre, mert képesek tőlem meginni. Minek reklámozol? Azt szeretném, azt tudom. Is megkóstolni. Na, iszunk még egy forkat belőle. Lehet, Sutyom van, nem kell azt mindenkinek látni. Nem kérek, köszönöm szépen. A szobánk. Na, milyen tele van már minden. Hű, basszus kulcs, ez nagyon szép, halljátok. Jó, de gyertek be. Jaj. Fú, ez nagyon jó, ez full. Hú, de szép. Na, ez igen. A Móniék, miért nem jönnek még? Mit csinálsz, tessék mondani? Csak felírom a busz szemet. Azt jól teszed. 92, én is. Dorel is pihen! Húgom, Dorel is pihen! Dorel is pihen, ő se jön? Megkérdeznéd, hogy mikor jön az utolsó? Igen, 22.30. De mivel 8-ra jövünk, megyünk fületni. De én víziszonyos vagyok. Ja, akkor jó, 22.30. Na gyertek már! Várjuk a... Kit vártok? Jó, kedvetek van. Ez a helyes. Dóra? Hova indultok? A buszhoz, a 152-eshez vagy a 292-eshez. Na legalább végre meg bizonyosok hallgatni. Tamás? Te hova mész? Utánam. Világja. Jó. Jó ízet kaptuk. Érkezik a csapat. Krakó 2016. Április 22-24. Nagyon a következő. Jó. Enni, 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 enni!
Volt egy ilyen 24 órás parkoló, láttad? Tessék? 24 órás parkoló. Aha. Milyenbe kéne berakni az autót? Ezekbe vigyáznak rá, őrök vannak. Igen, csak tudni a baj. Hogy rakd be, mikor csak pár órát vagyunk itt? De nem, ma hol? Holnap is. 152-es busz kell nekünk visszafelé, mert az jön ezzel a hosszú. Igen, ja, igen, persze, az hosszabb, itt, igen. Itt nem állt meg már. Kapcsoljuk meg! Nézzek, hogy mennek jobb a tanba. Ezt még meg is bekezdték. A Marcieri a sör. Nyugodtan. Marci, azt a cigit dob már. Na, de diszomság, ez nem igazság, ez nem járna. Mit esztek, szörnyű? Hát, amit elég jó eltaláltam. Tőztát. Nagyon finom, nézd meg, hogy milyen jól néz ki. Aha. Öcsi, te mit eszel? Én mindig jól nézek. Hogy? Nem, jó étke. Ilyen pitty. Gyertek, menjünk akkor valami irányba. Igazad van. Nem bírtad meg inni az egészet? Nem. Én nem vagyok olyan. Nem. Oda-vissza. Nem árulok el senkit. Holnap ide fog elhozni. Gyerünk a bazárba. Jó? Te aranyos! Hogy? Mikor? Honnan tudod? Hát mert itt van a templomok. Biztos? Hát ez a központ. Gyere, akad a kezed. Akkor szólok a több... Krakó központja. Tudom, ide nem biztos. Nem is baj, mert mi már volt. Akkor nem ér. Hát ott maradhatunk. Nem újabb. Hát most. Ez a Rozi veszik? Azt üssék be, povista 12. Nem tudom. Nagyon szép látvány volt. Páveli várod, Visztulápartján, ez védelmi szempontból tökéletes hely volt, és azt tudjuk, hogy régóta ott a barlangban volt élet. De van egy legenda, ami szerint egy sárkány élt ott valamikor. A barlang nagyon hosszú, tehát nagyon nagy, ott van a bejárat, ott fent, ahol ez a bástya van, a feje van a bejárat, és itt van a kiállat, tehát elég hosszú, elég nagy a barlang. És a sárkány nem csak állatokat evett, de szűzlányokat is. És amikor... Thank you.
Dobre ráno. Az, aki gyakorolja a vallás, ez nagyon kis csoport, olyan 200 fős. De az lehet mondani, hogy újra születik a zsidó élet Krakkóban, de főleg amerikai, izraeli zsidók visszajönnek, kiratolók ide költöznek Krakkóban, és mondjuk tetszik a helyi... Nekik, tetszik nekik, tetszik, ki annak idején tetszik. Krakkói zsidóknak csak 10%-a élt a háborút, és Krakkóban, tehát helyen csak 2000, és a többségük a háború után, vagy a 60-as években Izraelbe, vagy Amerikába költözött, tehát... Váveli katedrális. Hát templom, de... Nagyobb, mint egy templom, azért katedrális. Így van? Katedrális, ez püspök székhelye. Tehát csak olyan városban lehet, ahol van püspökség. Ha nincs püspökség, akkor az nincs katedrális. Tehát nem a legnagyobb templom, vagy olyan templom, ami város közepén van, a katedrális, hanem püspök székhelye. Tehát nálunk olyan helyzet van, hogy a főtér... Miért ez a szentszám is olyan fontos? Ki volt ő? Egy püspök volt, Krakkói püspök, aki a 11. században élt, 1079-ben halt meg. De nem természetes módon, hanem megölték őt. Egy templom van, ami nem messze, Visztula partján lehet, ha, amikor ott állt a Visztula partján, akkor egy kicsit lehetett látni olyan két tornyos templom. Ha nem, akkor az nem annyira fontos, de ez Mihály templom, és ott van megszállítom, hogy volt valamilyen konfliktus. Biztos, hogy a dobhány többet. Hát elképzelhető. Én ma Debreceni nagy templomba se hallgattam meg. Ezt gondolom, hogy elektromosan indul el. Kézzel! Ott vannak kütyük. Ez reneszáns stílusú falu, az első falat mutattam a képen, a 11. a 12. században létezett valahol ott volt az első. Kosciuszko Tadeusz, tehát az, akinek a sírja ott volt a Leonard Fittában. Ő egy felkelés vezérje volt a 18. vezér. Igen, ő volt a most van egy csoport, ami úristen, akkor mi most kivel be? Kanonokok utcában vagyunk, Kanonokok utcában, az Egyházi utcában, amikor itt laktak azok, akik ott fent dolgoztak. Tehát ez olyan papi utca volt, itt papi paloták voltak, itt laktak a papok. Most is ez az utca, ez olyan egyházi jellegű. Majdnem minden épületben valamilyen egyházi intézmény van. Az első épületben, ahol az a zászló van, ez katolikus egyetemnek egy épülete. Ezekben laknak papok, és látják, hogy ott van fiatal bújtő. Ilyen még megvan, érted? De hallod, de Egerben van 8. század. 800. Magátod. Mert a 19. században a Mindenszentek templom olyan rossz állapotban volt, hogy lebontottak, tehát nem maradt itt semmi, csak olyan üres tér. Az a templom, ez Szent Háromság templom, és ott Domonkos Kolostor van. Az Szent Ferenc templom. Mind a két templom. Onnan csirodával körbe. Aha. Egyik vár, másik vár, lett vár, mi azt hittem meghalunk. De jó volt. Aha. Mi van? Ez a negyedik oldal.
Kijön az ablakból valaki, vagy? Igen, ott a keresztről jobbra. Igen. Ott két üveg ablak van, és a felső ablakból a középső rész az kinyitja, és onnan trombita szól. Aha. Onnan, aha. Látható. Trombita lehet, hogy a feje is. Aha. Oj, bocs. Ez vagy hikább. De nem veszik észre, de itt veszik prátszolnak a sajnos. Szerintem nincs erre senki. Újra kellene alakítani a középkori hangulatot, és akkor egy krakói festő, Mátéglő János ingyen festette az egész templomot. Egy zseni festő volt, de sokkinek festett. És már amikor olyan nagyobb szörfőkkel festett a templomot, akkor a város kérdés. Nem sikerült, mert soha nem festett falat, de amúgy ingyen próbálja festett. És itt olyan angyalok vannak, növényi motivumok, és olyan jellegzetes kabát, amikor a Váveri dombon voltak, akkor ott az ajtón látták. Ez Nagy Kázmér monogramja. De a templom legnagyobb kincse ez. A fő oltár, szárnyas oltár, Mária oltár. Ez gótikus fa oltár. A legnagyobb gótikus fa oltár Európában 13 méter magas, 11 méter szép. Minden nap kinyitják, és betyúkják. Sőt, a mai orvosok diagnosztizálták, milyen bélbetegségek voltak.
itt vagyok, a messziről nem lehet látni, de ha közelebb nézzük a látom, az ez is van farag, azt mondták, nem mindig tetszett, most nagyon tetszik mindenkinek, de a barokban, a 17.-18. században nem tetszett, a 17. században egy kívános kívültet, akkor nem lehet lenni, amikor átalakítom. És az ágyuknak a luk, az az ágyuk. Tehát tulajdonképpen ezen az oldalon három kapu volt, három ajtó volt, mind a három. Szeretek veled beszélgetni. Nem, csak úgy általánosan beszélgetni. Mondtad, hogy siessünk. Hogy egy órára odaérjünk. De a magyarok kedvére egyből a tízkor meg is jövő. A város kapó. Jaj, édes galambom, hallod, el vagyok teljesen képedve. Sóványa lenne, igaz, hogy minden nem látszik, de ez 73, és ne 473. Ez
Nikolász Kopernikuszról, a híres lengyelcsomagászról elnevezett kamrában vagyunk. Kopernikusz... Ma nem megy a izé, nem megy a... Nem baj, hallgatnak, felfüleztem. Szerintem lemerült. Igen. 1493-ban látogatta meg Kopernikusz a bányát, és miután ő volt a... Itt jövünk, Vietnámban vagyunk, az alagúton, alagútban. A fegyveresek itt jönnek utána. Most megérkeztünk az Auschwitz-i gázkamrába. Nagy zsidókat most bezárják ide. Húgommal és kedves nejemmel sót bányászunk. Rózsika itt belépett az attrakcióba. Hoppá, ho, ho, ho. Szétverett ez a fejükről. Ha másik oldalra megetszenének, akkor látszáljuk, hogy megy le a hordó. Júj, látom a hordót. Kormos Erzsike egyedül sót szállít. Én a bányában dolgozom. Dolgozom nő. Hajrá, Dore, gyorsabban tekerjed. Ha ott lenne tovább, az út a bány. Igen, mi van itt, hogy gyorsan kell menni? Aha. Mennyi törve. Tehát aztán ott legyen. Igen. Illetve hát a szomorú lenni, hogy itt van utasban dolgoztak, és mindig maradt lent valaki másik üszemben. Aha. Megtetszene, a legvégső munkák befejezésére 70 évvel később a sor. Három ember dolgozott a kápolna kialakításán 70 éven keresztül. Három ember? Két testvér, Tomás és József Markovszki és Antonin Ziradek. Mindent, amit látunk a sóból. Ma is egy működő szentélyből. Fölnéz, ezt nem sárkány. Igen. Húha. Oszlopok, mi? De szép. Ez igen. Szerintem ott megy a lift fel az elkiót. Verzőfestett, nem? Azt hiszem, hogy a rózsiszor rónt a kis elkiót. Vacsorára! Sörözésre meg a vacsorára! Csak a bulira! Laci, nem érünk oda a bulira, amit elintézte estére! Ma este! Szia, Laci! A buli lesz! Hát ez nagyon... Fú! Mihalovice kamrában vagyunk, amelyet a 18. század elején nyitottak meg, és valójában a kősóki termelése ezen a helyen valamikor a 19. század végén fejeződött be. 35 méterben magasságú ez a terem, és ezért kerülhetett itt elhelyezésre a bányának a legszebb csillárja, ha feltetszenek nézni. 6 méter magas és 2400 darab sókristály díszíti. A súlya pedig másfél tonna. Velünk szemben ez a fehérre meszelt árcsolat, a bányászárcsoknak valami teljesen csodálatos munkája. Ez a kosár alapú biztosítási rendszer. Azért hívják így, mert egyidejűleg megoldották két oldalon a falaknak a megtartását, illetve a fölöttünk lévő ödének is. Az előttünk lévő lépcső, ennek a helynek ma már csak a dísze, de valamikor a 19. században arra szolgált, hogy az első szintről ide hozták le ezen a lépcsőn keresztül a vendégeket.
Mit számolsz? Hogy ez meg csak 40. 1789-ben meghívták a weimari herceget, Rakovai nemzetközi konferenciára, és őt elkísérte. Meglátogatták a bányát is, Goethe a bányászoktól 2 vagon sót kapott ajándékba. Hazavitte Németországba, és 10 év befolytása alatt szét is osztotta. De szép, nézzetek majd a föl! Szeretnék. Hi. Gázak vagyunk? Biztos. Gázak vagyunk? Miért vissza kell fogni? Hát ami a konzulátus tilat, igen. 34-en egyet kezdődött. Eljutottak ugye az alagútig, felborult a tutaj, az emberek kimásztak a vízből, mert itt nagyon alacsony a vízszint. A probléma az volt, hogy csak fönt számolták össze magukat. És akkor derült ki, hogy 7 emberrel kevesebb van. De visszajöttek ezért a 7 ember. A csoport megérkezett Szibériába. Kérdezte valaki az előtt. Havazik, a kocsikon hó van. Dóra, mit csinálsz? Kiálltam, de füstöl a jobb kezed. Az a köt. Igen. Az látszik a hó. A, hó van az asztalon? Jó van. Bemegyünk akkor? Mennyiben egy tárcsolatot?